Az átlag kereset növekedésében az elmúlt hónapokban több tényező is szerepet játszott, ilyen például az erősen növekvő infláció vagy a jelentős pótlólagos munkaerőkereslet. Részben ezek hatására a gazdasági szervezetek több bérintézkedést vezettek be. Évközi béremelést és rezsikompenzációt kaptak sok helyen a dolgozók. A gyorsuló bérnövekedés ellenére a keresetek vásárló értéke októberben csökkenésbe fordult át. Bár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is nőttek a bérek, így is közel 100 000 forinttal vagyunk elmaradva az országos átlaghoz képest. A növekedés mértéke közel 18%-os volt, így a nettó átlagkereset az alkalmazottak körében az 238 000 forint volt, ha vonta egy főre vetítve. Ez a nettó kereset a kedvezmények figyelembevétele nélkül van számolva. A növekedés hátterében részben a minimálbér, illetve a közfoglalkoztatóti minimálbér jelentős emelkedése is szerepet játszott. Ami még pozitív folyamatként megemlíthető így a vármegye kapcsán az, hogy az alkalmazásban állók száma 2019 óta mintegy 1000 fővel emelkedett, és a feldolgozóiparban pedig 2000 fős növekedés következett be. A feldolgozóiparban ugyan jelentős volt a növekedés, ezt ellensúlyozta, hogy az infokommunikáció és az adminisztratív tevékenységek területén, ahol a legmagasabb béreket lehet elérni, mérséklődött a foglalkoztatottak létszáma. Az eltérő ágazati összetétel, foglalkoztatási struktúra és a közfoglalkoztatás súlya miatt a fővárosi átlagfizetés 73%-kal magasabb a Szabolcsinál. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az alacsony keresetűek aránya az 36%-os, míg az országos átlag 19%. Alacsony keresetűnek azt tekintjük, akinek a keresete a medián értékét harmadánál kisebb. Tehát látjuk, hogy az alacsony keresetűek jóval nagyobb arányban vannak a vármegyében. Ez részben abból is következik, hogy a fizikai dolgozóknak az aránya a vármegyében igen magas, 67-62%-os, ez jobban meghaladja az országos átlagot. Mindez még hozzá kell tenni azt is, hogy a feldolgozóiparban dolgozik jelentős részük, közel felük élelmiszeriparban, illetve az egyéb feldolgozóiparban, ahol egyébként is az átlagkereset a feldolgozóipari átlagnál alacsonyabb. Hazánkban 2023. január 1-től bruttó 232 000 forint a minimálbér havi összege, ami 16%-os emelkedést jelentett a korábbi 200 000-hez képest. Készült egy felmérés egy alapvető élelmiszerkosár összeállításával. Ezen kosár értéke 2023 elején Magyarországon 36 820 forint, ami 37,1%-kal több, mint 2022 elején. Ez azt jelenti, hogy a legalacsonyabb keresetűek fizetésének 16%-os emelkedése jóval elmaradt az élelmiszerárak drágulásától.